Már nagyjából 13 ezer rászoruló családnál végeztek a digitális átálláshoz szükséges eszközök beszerelésével. Ezek a háztartások akár 20 ezer forintot is spórolhattak a támogatással. Összesen 54 ezeren kértek segítséget az átállás első ütemében, amiben július 31-én az ország egy részén megszűnik a földfelszíni analóg sugárzás. Kezit csokkolom, meghoztam a digitális dekódert. A Boda családnál már megtörtént a digitális átállás, így ők már biztosan nem maradnak le kedvenc műsoraikról július 31-e után sem, amikor az átállás első ütemében az ország egy részén megszűnik az analóg sugárzás. A szerelés nem került egy forintjukba sem, ugyanis akik szociálisan rászorulnak és kérik, ingyen megkapják a vételhez szükséges eszközöket. Az első ütemben 54 ezeren kértek támogatást. Választásuk szerint vagy felszereljük számukra a digitális tévézéshez szükséges kiegészítő eszközöket, vagy pedig a támogatási programban résztvevő szolgáltatók kedvezményes csomagjaira fizethetnek elő. A döntő többség azonban a beszerelést választja, ezzel akár 20 ezer forintot is megspórolhatnak. Eddig már nagyjából 13 ezer lakásban végeztek a munkával. Nem maradtak le azok a rászorulók sem, akiket még nem keresett meg a hatóság, továbbra is lehet jelentkezni a támogatásért. Az antenna és a tévékészülék közé beiktattuk ezt a irányítható eszközt. A tévézők többségének magának kell majd beállítani a rendszert. Nem bonyolult, ezt mutatja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgató helyettese. Az antennát a tévéből a set-top boxba kell átdugni, majd a két eszközt összekötni egy kábellel. Ezután a tévét arra a csatornára kell kapcsolni, ahol korábban például a videómagnó vagy a DVD lejátszó volt, és a set-top box menüjében be lehet állítani a csatornákat. A korábbi három helyett 7 csatorna lesz elérhető, köztük az RTL Klub műsora is.